Sziasztok srácok, Nadin vagyok, és ez egy Sims gameplay videó, ugyanis nagyon sokan kértétek tőlem, hogy csinálj megint gameplay videókat, mert aki tudja, azt tudja, aki nem, az nem, ez régen egy gameplay csatorna volt, Minecraft videókkal volt teli a csatornánk, még 2016-ban meg ilyesmi, úgyhogy nagyon sokan kértétek tőlem, hogy csináljak megint gameplay videókat, mert már nektek ez hiányzik, és akkor megszavaztatok, hogy legyen akkor a Sims, meg nagyon sok más játékot is írtatok, majd meglátjuk, hogy mennyi időm lesz azokat is kipróbálni, vagy bármi ilyesmi. Szóval kitettem a napomba, hogy a Sims-szimeknek az életét hogyan szeretnétek, hogy játszam igazából. Három választási lehetőséget adtam, hogy alappénzből megélünk, és akkor utána melómak minden ilyesmi. A második az, hogy ingyenesé teszem az összes házat egy kóddal, és utána pedig dolgozunk, tehát azzal a pénzből élünk meg, amit alapból megkaptunk. És a harmadik pedig az, hogy az dolog pénz, és nagyon-nagyon gazdagok leszünk. Nos, ide be fogom nektek vágni, az nyert, hogy gazdagok leszünk 606 szavazattal, fullos ház, aztán meló 251, és 590 itt arra, hogy nulláról indulunk, úgyhogy gazdagok leszünk, viszont elsőnök egy kóddal ingyenessé fogom tenni a házakat, és akkor ti is látni fogjátok azt a kódot, mert nagyon sokan megkérdezitek, úgyhogy akkor nem fogok egyesével válaszolgatni, hanem akkor most meg fogjátok látni. És akkor kezdjük. Mint látjátok, már csináltam egy choice simát. Ó, mi ez a felső? Azt hittem, nem így néz ki. Jó, mindegy. Meg egy kiskutyust, a kedvenc kutyafajtám a Bull Terrier, illetve egy cápaúszony, és még Wilson McKee is a neve, úgyhogy nekem ez a tökéletes. Szóval válaszoljuk, hogy akkor milyen tulajdonsággal legyen barátságot, meg legyen vadász. És akkor ezt a choice-t körülbelül amúgy, nem tudom, max 10 perc alatt raktam össze, tehát ilyen tényleg nagyon hiperszopa meg a gyorsan, csak hogy valamit tudjunk velük játszani. Az a lényeg, hogy én ezt a videót már nem tudom, mennyire szoktátok követni az Instagramomat, de már tegnap felvettem körülbelül kétszer. Viszont mind a kettő alkalommal nem lett jó a felvétel, tehát hogy nagyon-nagyon ideges lettem már tegnap este, és úgy gondoltam, hogy jó, nem érdekel, most felveszem, aztán max délután kerül ki ez a videó, reggel 9 helyett. Úgyhogy pedig a tegnapi videó nagyon hatalmas lett volna, ide bevágom, majd lehet nektek a jelentet, hogyha találkoztunk egy hírességgel. Úgyhogy nagyon király, úgyhogy remélem, hogy megint fog valami érdekes történni ebben a részben, úgyhogy választunk ki neki valami nevet. Leslie, Mia, Sofia, Emily. Nem akarom saját magamról elnevezni. Donika, de ez fiú név. Audrey. Lesz Audrey. Ez mi? Ja, jó, fiatal felnőtt, az még aránylag okés, úgyhogy akkor szerintem kezdjük is el, ő is jól, vagy legyen még kisgyerek? Nem tudom az, hogy most a hangját meghallgatni, mert amúgy, mert most nincs hang rajta hang, na mindegy, akkor nézzük is meg. Úgyhogy akkor meg is keresem azt a csalás kódot, ami ingyenesé teszi a telkeket, jól jöhet, ha éppen költözni készülsz, ez van odaérve, úgyhogy ezt most meg fogjuk nézni, illetve ennek az egész honlapnak le fogom tenni a linkjét a leírásba, úgyhogy csekkoljátok le, én az ilyen csalásokat mindig innen szoktam nézni, mert itt vannak fönt a legérthetőbben leírva, meg minden ilyesmi. Nyilván tavasz, mert az, ez a kedvenc évszakom, szóval legyen tavasz. Na és akkor már most ingyenesé teszem a házakat. Csak hogy már túl legyünk ezen, mert olyan fura beírni. Free. Real. Real. Estatem. On. Létszik. Oh, ez az elsőre sikerült beírni. De boldog vagyok, azt hittem, itt fogok vele szenvedni. hova költözünk? Ugye hát most már ingyenes az összes ház, szóval... Király, amúgy nekem ez a kedvencem, tehát nekem ez a kedvenc házam, viszont lehet, hogy választhatnánk valami kisebbet, mert ugye hát csak egy kutyus, de viszont nem. Az a tervem, hogyha nektek tetszik ez az ötlet, akkor ide amúgy én be is költözöm, hogyha be lehet, hogy az a tervem, hogy kiteszem a mai nap, amikor majd
Már nem tudom, mikor fog kikerülni az videó, hogy mennyi idő alatt fogom megvágni, stb. Ezt tényleg még nem tudom. De az a tervem, hogy ha kiteszem majd ezt a videót, akkor Instagram napomba utána kirakok egy sztorit, hogy írjatok olyan youtubereket, tiktokereket, filmszínészeket, vagy Marvel hősöket, vagy bármi tök, még a legőrültebb ötleteket is majd megvalósítjuk, és akkor ilyen mindenki is szerepelni fog ebbe a kis Sims világban. Nagyon max 4-5 embert akarok a saját címemen kívül csinálni, úgyhogy az a tervem, hogy oda majd leírjátok, kiválasztom én a 3 vagy 4 legszimpatikusabbat, és akkor azokat fogom megcsinálni. Úgyhogy remélem tetszeni fog nektek amúgy ez az ötlet, úgyhogy azért vettem most meg inkább ezt a házat, esik az eső, hogy ebbe biztos, hogy el fogunk férni annyian, szóval majd ezt írjátok meg, csekkoljátok le, hogyha esetleg van olyan kedvenc tiktokeretek, vagy bármi ilyesmi, amit esetleg meg szeretnétek nézni így a Sims-ben, illetve hogy mennyire tudom ezeket ugye összerakni. Tehát mondjuk írtok egy Marvel karaktert, azt nem biztos, hogy mondjuk egy vasembert olyan egyszerű megcsinálni a Sims-ben, de mindegy, majd meglátjuk, hogy mit szeretnétek tőlem látni. Szóval beköltöztük ebbe a lakásba, ugye hát gazdagok vagyunk, szóval nagyon nem tudok mit kezdeni magammal. És arra gondoltam, hogy ebben a részben igazából csak annyit fogunk csinálni, hogy elkezdünk ismerkedni. És hát igazából a házat már megvettük, és még annyit leszerettem volna tisztázni, mielőtt még ilyenekre gondoltok, hogy honnan töltöttem le, megvettem el, stb. Hány kiegészítő van, stb. Hány kiegészítő van, az úgyis látni fogjátok a részeken belül, igazából én sem tudom, mik vannak meg, csak amik éppen megvannak, nem vagyok egy nagy Sims fan, tehát én sem tudom. Illetve akkor ugye annyi, hogy honnan töltöttem le, már én sem tudom, tényleg nem tudom, hogyha esetleg eszembe fog valamikor jutni, akkor biztos fogok csinálni egy ilyen tutoriál videót, még tényleg fogalmam sincsen, illetve letöltöttem, nem megvettem, tehát ezeket a kérdéseket is most egy picit mellőzzük. Persze mindig mindenkinek válaszolgatok, csak szeretem, hogyha már egyszer megválaszolom a videóba, akkor azt már ti is halljátok, meg látjátok, úgyhogy ne kérdezősködjetek ezzel a kapcsolatban, mert már én sem tudom, hogy honnan töltöttem le. Hova menjünk? Menjünk el ide. Amúgy ez mi? Majd azt is megnézzük. Na, akkor esnök, jöjjünk le, és kezdjünk el ismerkedni emberekkel, mert a sosem át, legalább lesz egy baráti körünk, mert azt hiszem már lehet csatlakozni egy csoportokhoz is, vagy mi? Tehát én nagyon nem vagyok képbe a Sims-szel, régen nagyon szerettem, sose vettem meg, mindig valahonnan letettem, tehát hogy sose vettem meg. Illetve annyit, hogy nagyon sokat néztem Doggy Andit, de komolyan a századba kihívástól kezdve mindent. Csak amióta nem igazán van arra időm, hogy én most itt hát videókat nézegessek, azóta nem igazán követtem az ilyen youtubereket, de úgy gondoltam, hogy most hát ha van egy kis időm így a nyáron nektek simszezni, és nem fél el az egerem azért, használom ilyen nyomorékul. Na viszont nincs itt sem úgy senkit, szóval ez így nem lesz olyan izgalmas, viszont vele összeverkodhatunk. Az nem, hogyha valamilyen partit szervezek, akkor őt már el tudom hívni pultosnak, mert azt hiszem ilyet lehet. Nem vagyok benne biztos, de azt hiszem igen. Nevezzük el ezt a helyet valaminek. Amúgy az a baj, hogy mindenhol esik az eső. Te ki vagy? Nem tudom, összeismerkedünk veled. Barátságos, jó. Minden szuper. Amúgy, ha picit laggol, az valószínűleg azért van, mert a gépem már nem a legújabb, illetve hát ugye a játékot is letöltöttem, tehát hogy... Ja, na már itt valamilyen sráccal elkezdtünk spancizni. Már 4-en vagyunk. Halljátok, tiszta híres leszek itt én is. Meg itt is van valaki, észre se vettem. Te mit csinálsz? Te haló? Ja, most énekelsz? Adjad itt a lovát. Na, csináljad, énekelj. Biztos tiktokozik amúgy. Nem, amúgy nem. Na jó, szóval... Te is itt vagy, veled is állj meg, te is állj meg mindenkinek, nagyon aranyosan bemutatkozunk, mi vagyunk itt az új emberkék, annyi ember van itt, ez biztos, de hát még itt ilyenek is vannak, oké, ezt akkor elnevezzük Deáknak. Itt van úgyis egy bulizóhely, most nem fogom lecsevezni a néni, de lehet, hogy az, nem tudom, és befagyott a játékom. Halló! Hozzá is adom, hogy a nénihez is adunk neki aprót. Mondjuk én a Deákhoz soha nem adok senkinek. Lehet neki aprót adni?
Tip. Jó! Ne menj már el, hát haló, hát is ismerkedek, haló! Na hát még itt kajás is van. Oké, ezt elnevezzük a deáknak. Szóval itt a deákra kijöttünk most, esik az eső, meg ilyesmi, hány barátom van már, hol is lehet ezeket megnézni? Hát jó, nem tölti be, de amúgy itt van mindenki. Hát szuper! Van egy rakáspanom, tök jó. Amúgy ugye mondtam, hogy az előző videómban, amit nem sikerült felvennem, ugye találkoztam egy híres emberrel, és annyi, hogy én hogy lehetek ilyen híres ember? Mármint, értitek? Veletek is panolok, te nem tudom ki vagy. Jó, spanolok veled. Jó, veled is. Hát, hogy mondjuk, te kicsit érdekesen nézel ki, de... Ja, hogy túl sok a cucc, oké. Ja, amúgy igen, ugye... Amúgy, ha eredeti lenne a Simsem, akkor tudnátok ugye nekem küldeni fiú színeket. Színeket. Hogy ugye azokkal tudnák spanolni. Viszont ugye hát nem eredeti a Simsem, szóval... Szóval hát majd valami pasit itt kerítek, ott még az autók is mennek, de jó. Tök szuper. Úgyhogy fogalmam sincs, hogy... Hogy fogok barátot szerezni, de majd biztos lesz, vagy hogyha esetleg egy olyan valaki szemét fogok megalakítani itt a Sims világába, akivel esetleg azt mondjátok, hogy jaj, Nadine, hozzász a szímedet, akkor majd lehet, hogy valami ilyesmiről is lehet szó. Még nem tudom, úgyhogy erre a listra, ami nagyjából amúgy ennyit terveztem, hogy lejövök és elkezdek ismerkedni, illetve elmondom nektek az alapinfókat így ezzel a kis sorozatommal kapcsolatban. Suli idő alatt fogalmam sincs, hogy mennyi időm lesz nektek ilyen Sims videókat csinálni. Nem Sims videókat, nagyon nem bejött nekem ez a Sims szó. Fogalmam sincs tényleg, de most nyáron próbálok majd nektek ilyen heti szinten kirakni Sims videókat, hogyha esetleg érdekelt titeket ez a sorozat, te jó béna vagy, na mindegy, tök sok barátom van most már, több mint a való életben, na látjátok, ezért szeretek én Simszezni, mert itt vannak barátaim, vagy nem tudom. Szóval elment a néni. Szegény. De akkor is csak így elmennek az emberek. Ja, most jött egy másik. Nem, most te hova mész? Eljött egy másik. Szóval igazából annyit akartam nektek mondani, hogy nem tudom, hogy fog ez a sorozat alakulni. Ez én vagyok, igen. Majd meglátjuk. Tényleg szeretnék kicsit aktívabb lenni ilyen játékokkal kapcsolatban is, úgyhogy tényleg érdekel lesz titeket, de ezt jelezzétek egy lájkkal, vagy írjátok le kommentbe, hogy szeretnétek-e még hasonló Sims videókat. Most nem tudom, ki után futok, de valaki után nagyon-nagyon futok. Hé, ott valaki alszik? Oké, ez ott a deck. Ezt elneveztük így. Nem, most kifutottam ide és elment a srác. Jó, akkor menjünk haza. Mert úgyis akkor most már... Ennyi lett ez a videó, ugyanis maximum 10-15 perces videókra gondoltam, nem szeretnék olyan hosszú videókat ebből csinálni, több kisebb részt szeretnék már, mint hogy rövidebbet. Szóval igazából ennyi lett volna ez az első rész, tényleg csak annak szenteltem ezt a részt, hogy elmondjam, hogy mi a terveim ezzel a sorozattal, úgyhogy amint megláttátok ezt a videót, csekkoljátok is az Instámat, és szavazzatok, hogy melyik embert szeretnétek, hogy éljen velünk együtt, és akkor, hogyha esetleg tényleg sokan írtok mondjuk egy embert, akkor tényleg meg fogom azokat csinálni, persze ez tőletek függ, nem én fogom tényleg eldönteni, hanem olyan aránylag egyszerűeket. Tényleg tudjátok, most már lehet itt vámpirokat is csinálni, lehet itt UFO-kat is, meg minden ilyesmit, úgyhogy tényleg legyetek nagyon-nagyon kreatívak és nagyon-nagyon kreatív emberkéket írjatok, illetve hogyha szeretnétek olyan részt, hogy amiben mondjuk azokat szimeket fogom megalkotni, akkor gondoltam ilyen gyorsított részt felvenni, hogy mondjuk egy ilyen nem tudom, egy ilyen 3-4 órás videó részletet így felgyorsítok és csak így felteszem, hogy Sims építés, mondjuk nem tudom, Sims építés, hát mondjuk ez elég hangzik, de mindegy. Úgyhogy azt rátok fog függeni tényleg, hogy mit szeretnék, mert teljesen rátok szeretném bízni ezt a sorozatot, hogy ti mit szeretnétek, nem azt, hogy én mit szeretnék. Úgyhogy remélem tetszett nektek ez a rész, igazából semmi értelme nem volt ennek, csak ismerkedtünk és lett egy rakás új spanom. Úgyhogy ennyi, szóval pénzt lehet, hogy még fogunk magamnak adolni, de egyelőre megvan mindenem, úgyhogy nincs nagyon rá szükségem, úgyhogy akkor írjátok le, hogy milyen szimeket szeretnétek látni. A következő videóban találkozunk, addig is
Puszi a pocitokra, és sziasztok!